volt a sokadik perc velem. Pályája elején még Szűcs Judit táncosa volt, később énekelni kezdett. Zoltán Erika neve ma már fogalommá vált. Mi kell is nincs jobb, annál nincs csak ügyesebb. Augusztus 29-én egy nagyszabású nyárbúcsúztató koncerttel örvendezteti meg Újbuda lakosságát a Bikás Parkban. Hát gyakorlatilag a nyárbúcsúztató fesztivál egy egész napos sokadalom lesz, ahol gyerekprogramok, családi programok, délután különböző fellépők érkeznek, remélem mindenki, de lesz egy Apacuka nevű kis zenekar. Jön a Groove House, jön Kefir, érkezik majd az FLM Update, DJ Dominik, aki évek óta az én koncertjeim abszolút hangulatfelelőse, ő a koncert előtt tart egy kétórás fergetek partit, ahol vendég lesz Kiki és DJ Tomix. Én gondolom, hogy ő már megfelelőképpen be fogja ízítani úgy a hangulatot, hogy az este 8 órakor kezdődő zenekaros nagy élő buli, ahol természetesen Robi a színpadra lép velem, egy jó pár dal erejéig megszólalnak majd a legnagyobb slágerek. És ami érdekesség még, egy olyan zenekar kísér engem, akikkel most már másfél éve van szerencsém, és ezt abszolút egészségesen mondom, szerencsém dolgozni, a Gríz zenekar, akik szintén 25 évesek ebben az évben, úgyhogy együtt ünnepelhetünk a színpadon. Én azt gondolom, hogy aki velünk tart az nap, ráadásul ez egy egész napos, ingyenes, belépődíjmentes rendezvény, semmi más dolgunk nem lesz, mint hogy egész napot eltöltsünk együtt a Bikás Parkban, ami gyönyörű környezet, fantasztikus lesz az atmoszféra, a hangulat remélem igen, hiszen ha sokan lesznek, akkor a hangulat az már adott, mi mindent megteszünk azért, hogy fantasztikus napunk legyen. Tehát, aki szeretne egy önfelett napot eltölteni Zoltán Erikával és vendégeivel, az feltétlenül látogasson el a Bikás Parkba augusztus 29-én szombaton, 10:30 és 22 óra között, ahol rengeteg zene, ingyenes gyermekjátékok, jótékonysági tombola és persze sok-sok meglepetés vár mindenkire.